Rekordidő alatt alig másfél éven belül épült fel fényes ritke szomszédságában az East West Gate óriás terminál. Európa legmodernebb vasúti átrakodója csak nem 100 millió euróból valósult meg, a beruházó társaság pedig most újabb fejlesztésnek teremtette meg az alapjait. Csütörtökön írták alá azt a stratégiai megállapodást fényes ritke, Döge és Komoró önkormányzataival, ami lehetővé teszi egy új, több mint 500 hektáros ipari park építését. Én azt gondolom, hogy ez egy picit túlmutat az ipari park szól és magán a tartalmon is, hiszen három nagyközségre kiterjedő terület fejlesztése indul el. Ez egy 5-700 hektár fejlesztés a most meglevő területünkkel együtt, és azt gondolom, hogy egy egységes szabályozás, egy egységes koncepció, az felértékeli ezt az egész területfejlesztést. Az önkormányzatok részére mi biztosítjuk az anyagi forrást, nyilván az önkormányzatok pedig boldogan működnek együtt abban, hogy egy egységes szabályozás jön létre. Szabó Tünde kormánybiztos arról beszélt, az óriás terminális azt mutatja, hogy hatalmas gazdaságfejlesztési lehetőség van az észak-keleti régióban. Hozzátette, az ipari park létrehozása azért is fontos, mert a térség további fejlődéséhez ki kell tudni szolgálni a gazdasági társaságokat, munkahelyteremtő beruházásokra pedig most a háborús időszakban is szükség van. Ezt fogja segíteni, amennyiben megvalósul ez az ipari park, amely lehet érzékelni, hogy bizony munkahelyteremtő, munkahely megtartó, és látva azt, hogy Észak-Kelet Magyarország mennyire fejlődik, mennyire nagy szükség van erre, fogja tudni azokat a célokat megvalósítani, amelyre nagyon nagy igény van. Úgyhogy azt tudjuk, hogy háborús helyzet van a ukrán oldalon. Nagyon szeretnénk, hogy minél hamarabb béke legyen, de természetesen addig is folynak a munkák, az előkészületek, és nagyon reméljük azt, hogy amikor zöld utat kapunk, akkor ez az üzem már olyan mértékben rendelkezésre álljon, hogy akár a határon túliak, akár pedig itt Magyarországon, vagy a környék Európa, vagy akár a világ befektetői is felfigyeljenek arra, hogy mekkora nagy potenciál van Észak-Kelet-Magyarország, illetve Kelet-Magyarországon, vagy itt Fényeslitkén. Záhony és környékének átrakó kapacitása 1990 előtt a hamburgi kikötő éves átrakó kapacitásával vetekedett. Ez aztán a rendszerváltást követő években szinte teljesen megsemmisült. Az új fényeslitkei terminálnak köszönhetően azonban ez az ágazat újra aranykorát élheti. Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint azért is lehet ez így, mert a beruházó valódi partnereket lát a térség önkormányzataiban és gazdálkodó szervezeteiben. Egy beruházás is fontos, de ahhoz, hogy stratégiailag még erősebb és hatékonyabb legyen maga a beruházás is és a térség, ahhoz szükség van további fejlesztésekre. És ezt látta át a beruházó, hogy két megoldást tehet, vagy várja a sült galambot, hogy majd berepül abba a bizonyos szájba, vagy ő tesz érte. És ennek a jó gondolatnak a megtestesülése történik ma, hogy ő nem a sült galambot várta, hanem megkereste az önkormányzatokat, és azt mondta, hogy dolgozunk együtt. És azt gondolom, hogy ezért van ennek a mai napnak nagy jelentősége. A fényeslitkei terminált hivatalosan októberben adták át, és bár az Ukrajnában zajló háború részben akadályozza az áruforgalmat, az átrakó minden feltétel adott ahhoz, hogy a háború végeztével teljes kapacitáson is elinduljon a munka. Ugye a háborús helyzet az eléggé kiadt a forgalomra, most mi magunk is bizonyos tevékenységet elkezdtünk fejleszteni, beleértve a ömlesztett áru átrakást és a nyersétolaj átfejtést is, viszont ez az idő lehetőséget adott arra, hogy a rendkívül fiatal, jelentős létszámú már 130 fős dolgozói létszámunk azt a tapasztalatot megszerezze, ami az üzemszerű működéshez kell. Az új ipari park teljes kapacitásában a tervek szerint 2-3 év múlva kezdheti meg működését.